sportosat. Híradónk vendége Stejli Sándor, az Újpest egykori labdarúgója, aki jelenleg a Vác utánpótlás sportigazgatójaként tevékenykedik a labdarúgásban. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, sportosat! Jó 6 évvel ezelőtt voltál itt utoljára, és akkor még volt egy kis helyes kis bajszod. Hová lett? Kinőttem, köszönöm szépen. Kinőttem. Labdarúgóként is viselted, de? Labdarúgóként nem? Végig volt, igen. Azért igen, mondom, igen. Tehát... Amikor kisercent, akkor megnövesztettem, és most tényleg egy olyan 5 éve levágtam. Ennyi vége volt. Vége annak az időszaknak. Rosszul aludtál éjszaka, hogy úgy döntöttél, hogy másnap levágod? Igen, történt? Körülbelül ilyen lehetett, igen. Meglepődtek sokan? Sokan kerestek rajtam, igen, de hát... Igen, mert most nekem is egy teljesen ugye, kis bajszos legény, de hát... Az a múlt. Az a múlt. Komoly üzletember. Milyen a Váci utánpótlás sportigazgatói szék? Mennyire kényelmes? Hát sajnos nem kényelmes, de jó érzéssel tölt el, hogy ott lehetek. Igazából van meló bőven. Most éppen ott tartunk, hogy az MLS által kiírt dublepassznak kellett megfelelnünk. Ez egy olyan, hogy tudod, a 10 akadémia az utánpótlásba, és az alatt volt 73 B licenszes akadémia az országba. Akadémiának most azokat a sportszervezeteket nevezzük, akinek utánpótlás bázisa van, és felnőtt csapatoknak tudja adni az utánpótlását. Most ez a 73 akadémia nagyon távol állt a kiemelt akadémiáktól, és ezért most az MLS úgy döntött, hogy ezeket egy olyan 30-35-öt megpróbál egy kicsit magasabb szintre emelni, és teljes átvilágításban volt részünk. Erre megkért egy belga céget, az úgynevezett dublepass céget. Ők és az MLS közösen most átvilágították azokat az egyesületeknek, akiknek eddig B-licensze volt, és megpróbálnak közelebb vinni minket a tényleg igazán kiemeltekhez. Pest megyében 8 ilyen B-licenszes csapat volt, a Biatorbágy, a Budaörs, a Cegléd, a Monor, a Gödöllő, a Szentendre, a Dunakeszi, és mi ebből szerintem 3 vagy 4 olyan egyesület lesz, aki megkapja ezt a kiemelt B-licenszet. Nagyon szeretnénk ebből belecsúszni. Mikor derül ki? Hát először arról volt szó, hogy januárban ki fog derülni, de mivel ez a Covid közbe jött, kaptunk egy levelet az MLS-től, hogy türelmet kérnek, és folyamatban van az ügy. Hogyha megkapjátok gyakorlatban, életszerűségben, mi fog változni Vácon az utánpótlásnál? Remélem több támogatást kapunk, tehát nem nekünk kell összeszedni a taót, hanem nagy valószínűséggel az MLS is beleszól majd a munkánkba olyan szinten, hogy előírásokat fog kiadni arra vonatkozóan, hogy milyen kategóriás edzőink lehetnek, hány edző legyen, milyen legyen a háttér, hogy miket csináljunk, mi legyen a infrastruktúránk, aminek meg kell felelni, de ezek mind nagyon-nagyon jó dolgok, és hogyha ezeket meg fogjuk tudni valósítani, akkor a utánpótlásunknak is könnyebb helyzete lesz. Nagyobb lesz akkor utánpótlás bázis is? Akkor még több csapatot kell esetleg emiatt működtetni? Hát többet nem, de jobbak leszünk. Tehát igazából most is a kiemelt kategóriájú egyesületek alatt vagyunk közvetlen, tehát az első 24-ben vagyunk az országban, ami nagyon jó, és amit nagyon szeretünk is. És ide itt kapaszkodunk is 10 körömmel, hogy ne essünk ki ezekből a... Épp mondtad, hogy a U19-es csapat, épp a UFC-t, az Újpesti Futballklub, Weber Gyuri által vezetett csapatot verte meg a Vác. Igen, akkor nem lehet akkor annyira rossz ez a Váci utánpótlása egy. És ugye ők vezetik, az újpestiek vezetik a bajnokságot. Igen. Nem is tudom, hogy kikaptak-e mástól, de mi nekünk sikerült őket itthon megverni. Gyuriéknak az még a kezdeti lépcsőfok volt, talán a második meccsen találkoztunk velük. Jókor találkoztatok. Jókor, én szeretek velük találkozni, a Gyuriékkal, hát azért nagy találkozás volt, mert Attillával vagyunk, a Heridi Attillával, ő meg a Szlezák Zolival volt, úgyhogy... Mikor lesz Újpesten a meccs? Hát szerintem most már januárban, február elején, tehát február 15-e körül. És akkor Újpest visszavág a vereségért? Szerintem... Azért nehézé szeretnénk tenni nekik, nem adjuk fel.
Hogy van az, hogy most melyik néven tudnának még téged beazonosítani a szurkolók? Paccal vagy Ranylábú néven? Melyik maradt fent egészen mostanáig? Mind a kettő. Mind a kettő. Attól függ, hogy kivel találkozom. Neked melyik volt a szimpatikusabb? Volt egy nevem a serdülőbe, ifibe, utánpótlásba a Steffi, aztán utána jött a Paccal, és utána a Ranylábú. Tehát ez ilyen sorrendben jött. Szerettem mindet, mert mind én voltam. Mert te hoztad a Paccalt, nem? Igen. Akkor Vágóhídon dolgoztam, tehát közvetlenül a érettségi után egy Vágóhídra kerültem, ahonnan el tudtam hozni ezeket a dolgokat, és ennek nagyon örült akkor a csapat, és ebből kaptam a becenevet. Ugye a Ranylábú az a gondol, hogy a labdával bármit meg tudsz csinálni, mert tudsz mi most is, vagy már... Hát azért egyre nehezebb, azért már a gyorsaság az tova tűnt. Oké, de hogyha a labda jön a lábad felé. Az remélem még mindig oda ragad. Akkor még tapad, akkor még már mindig? Szeretjük egymást, jóba vagyunk. Ezt annak idején ezt gyakorlással érted el, vagy egyszerűen így születtél, van egy nagyon jó érzéked? És ez kellett már csak csiszolni. Hát igazából kell hozzá, gondolom, egy érzék, de én mindig szerettem a labdát, én tudtam vele aludni is, tehát én nekem annyira jóba voltam vele, hogy mindig a labda közelébe voltam. Hát az, hogy technikásabb voltam esetleg az átlagnál, az attól is függött, hogy rengeteg gyakorlás volt benne. Azért ezt nem adták ingyen. Serdülő 5. Serdülő 5, 71. Ott kezdted az Újpestet. Igen, 71-ben ott kezdtem. Nagyon sok olyan játékossal, hogy van olyan serdülő 3-as fotónk, amiből lett 6-7 NB1-es játékos, ami egy nagyon nagy dolog, én úgy gondolom, nagyon-nagyon ritka és nagyon nagy dolog. És máig tartjuk a kapcsolatot ezekkel a srácokkal. Minden évben januárban van egy összejövetelünk, és ez most már hagyomány nálunk. Utolsó fecskék vagytok? Nem tudom, mennyire lehet ezt elképzelni majd 10 év óra, hogy egy újpesti játékost megkérdez, mikor visszavonul, hogy itt kezdte a serdülőbe. Hát szerintem ilyen ma már nincsen. Tehát tényleg az utolsó fecskék egyikei voltunk. Voltak még mögöttünk, akik serdülőből bekerültek a felnőtt csapatba, de azok nem voltak végig az Újpest kötelékébe, elmentek onnan hamar más egyesületekbe, de hát ilyen, amilyennek mi is voltunk. Hát ezért egyre nehezebb az öreg fiúkat is összeszedni, mert ezek a különböző icsek nem nagyon fognak ott játszani már, és hát magyar játékos meg szinte alig van a felnőtt csapatban. Miért nem lehet serdülőtől felnőtt csapatig végig egy játékos ott az adott klubjában? Mi a gond? Miért mennek el? Nem tudom. Nekünk szerencsénk volt, nekem olyan edzőim voltak, akik mind a Újpest régebbi csapataiban szerepeltek, sőt, kiválóan szerepeltek, és vannak olyan képeim már a 50-es évek végéből, ahonnan van olyan felnőtt csapatképem, ahonnan esetleg 5-6 edző van azon a képen. A 70-es évek nagy bajnok csapatából meg 5 edzőm volt abból a csapatból. Tehát én úgy gondolom, hogy azokat a játékosokat, akik innen kinőttek, és akik a sikereket elérték az Újpesttel, azokat megtartotta a klub, az egyesület, azokat használta fel, úgymond az utánpótlás nevelésére, és ők jó munkát végeztek, úgy gondolom. Tehát ez már a múlt. Ez a múlt, mert igazából... És már nem ilyen protokolt követnek a klub tulajdonosok? Hát már nem. Most már a licenszes edzők előnyt élveznek, esetleg az olyan edzők, akik a licenszet úgy szerezték meg, hogy csak tanulással, és nem volt mögötte olyan esetleg olyan pályafutás, ami azért valamit ad. Szerintem. Ha jól emlékszem, 2012 tájékán, amikor bent voltál, akkor ugye említetted azt, hogy végül is úgy érzed, hogy a kispad nem a te világod. Hát igen, a kispad az nem, az akkor volt, akkor jöttem rá, amikor a Vácon NB1-es edző voltam, és onnan nagyon hamar el kellett távoznom. Aztán utána jött egy Deákvár, ahol 12 évet voltam, az szintén egy váci kis csapat. De ez már megye másodosztály. Tehát ez már teljesen más kávéház, mint a Igen. De igazából mindig volt bennem egy olyan, hogy vezetőként valahol meg kellene mérettetnünk magunkat, mert mindig a vezetőkre toltuk azt, hogy ők a hibásak, meg ők azok, akik nem...
tesznek eleget ezé a magyar fotballé, és így talán többet tudunk tenni érte, talán. Vezetőként jobban érzed magad. Tehát ez... Nem azt mondtam, hogy jobban érzem magam, csak többet tudok esetleg tenni. De a komfortérzeted itt jobb, mint hogyha most hát igen, edzőként könnyebb volt. Edzőnek könnyebb lenni, egy csapatért felelni, egy csapattal összhangba kerülni, itt azért több csapatot kell figyelni, több csapattal kell dolgokat megoldani. Akkor Újpesten ki a hibás? A vezető edző, az aktuális vezető edző, vagy éppen a tulajdonos, hogy állandóan bukdácsol az Újpest? Mármint, hogy a felnőtt csapat igen, bukdácsolásáért, igen. Ki a hibás? Biztos vagyok benne, hogy a tulajdonosnak annyi szerepe van benne, hogy amennyiben szeretné fölépíteni ezt az egyesületet úgy, hogy az NB1-ben is egy számító csapatnak csapat legyen, tehát akivel kell számolni a dobogóra való kerülésért, ahhoz talán nem kellene elengedni azokat a játékosokat, akik egy szezonon vagy egy fél szezonon belül jó teljesítményt nyújtanak. Tehát ezeket meg kellene tartani, én úgy gondolom, és úgy gondolom, hogy bátran hozzá kellene azokhoz a magyar játékosokhoz nyúlni, amit most már csinálnak is, mert most már szerepel egy Csongvai, akkor most nézegette most a tegnap előtt, hát nem tegnap előtt, pénteken, amikor a Gyirmót ellen játszanak, már játszott egy Hajnal Balázs, játszott egy Katona Matyi, akik itt ebbe az utánpótlásba szerepelnek, tehát azért már vannak olyan nevek, mert a Víg Peti ezelőtt szerintem egy 5 évvel megcsinálta azt, hogy most már leváltak a útéről, mint utánpótlásbázis, és egy saját utánpótlásbázisuk van, ahonnan szerintem most már előbb-utóbb föl fognak jönni azok a játékosok, akik használhatók lesznek NB1-es szinten is. Ebben nagyon reménykedem, tehát Újpest érzelmű játékost Újpestről. Igen, csak ugye most jött el az az idő, hogy 2021, hogy az Újpest lehet, hogy távozik az NB1-ből. Tehát most minden pontokra szükség lesz az Újpestnek. Ilyenkor, arról nem is beszélve, hogy a 12 csapatos ugye az NB1, és tulajdonképpen itt 10 csapat azért küzd, hogy ne essen ki. Ilyenkor mennyire kockázatos a Weber Gyuriéktől felhozni fiatal játékosokat, amikor ennyire rezeg a léc, hogy hát most NB2. Olyan játékosokat mindig be kell építeni a csapatba, akik megfelelnek az adott szintnek, és hogyha ők úgy látják, hogy ez a játékos meg fog felelni, akkor én úgy gondolom, hogy hamarabb fog tenni azért az egyesületé, amiben felnőtt, mint azok, akiket esetleg máshonnan hozunk ide. Jó példa volt erre a tavalyi év vége, amikor szintén a kiesés ellen küzdött a csapat, idehozták ezt a Rogánt, és érdekes módon addigi 3 magyar játékos helyett volt, hogy 6-7 szerepelt egy mérkőzésen, és ezekkel a 6-7 játékossal rögtön benne is tudott maradni. Sajnálom, hogy abból az év végén távozott 4. Uh-huh. Tehát Zsótér, Novotny, akkor a Litauszki, tehát rögtön távoztak is azok a játékosok, akik abba a szerepkörbe, amikor arról volt szó, hogy benne kell tartani a csapatot, akkor kitettek magukért. Akkor azt mondod, hogy nyúljanak bátran a fiatalokhoz. Láttad őket játszani, akár a Vác ellen is. Megérettek arra egyébként? Mindig ezt szokták mondani a vezetőedzők, hogy őnek is az az érdekük, hogy győzzen a csapat, de hát ők még nem ütik meg azt a színvonalat, amit meg kellene ütni. Igen, lehet, hogy nem, hát 5-6-ot egyszerre berakni nem lehet. Itt erre jó példa az MTK elleni mérkőzés, amikor a Covid vírus miatt egy csomó fiatalnak szerepelni kellett. Kim voltam azon a mérkőzésen is, szeretek kijárni a bajnoki mérkőzésekre. Jó példa volt az, hogy viszont a közönség belehajtotta őket, még az a pár ezer ember is, amikor aki kim volt azon a mérkőzésen, mert sajátjainak érezte ezeket a gyerekeket. Tudom, hogy régebben jártál ki az Újpest meccsekre. Tavaly voltál kint? Minden hazai meccsen kint vagyok, kint hogyha, vagy? ha egy mód van rá. Amióta a tulajdonos, a Roderick azért megtisztelt minket azzal, hogy kaptunk egy VIP jegyet, és ezt arra is tudjuk használni, hogy a régi játékosok ott összejönnek. Ebbe az akkóba mész? Nem. Csak azért, mert hogy ott van a Dózsa logója. Hát igen, nekem ez a címer a címer. És akkor az a címerrel beengednek téged? Beengednek. Itt úgyis címervita van. Érdekes, a legsikeresebb címer az ez volt, és ezért a címeré senki nem rajongott. De ez a Újpestnek ez volt a legsikeresebb címere. Tehát a legtöbb bajnokságot, a legnagyobb sikereket ezzel a címerrel értük el. Ez már senkinek nem kell.
Mit vársz a tavasztól itt az Újpest felnőtt labdarúgó csapatára gondolok? Hát nagyon remélem, hogy összeérnek, remélem, hogy ez a... És van egy új német. Igen, ez a német, ez a Vasasnál volt legutóbb vezetőedző. Hát igen, a Vasasnál vezetőedzőként volt egy harmadik helye, meg egy kieső pozíciója, nem tudom, hogy melyiket hozza, remélem a harmadik helyet. Igazából, amit te is mondtál, hogy a 10 csapat küzd a kiesés ellen, és elég egy jó sorozat, lásd a Mezőkövesdet a kieső helyről egy Pintérrel, ott vannak rögtön az élbolyba. Ugyanez volt a Bognár Gyuri is, amikor a Paksra ment, igen. Tehát remélem, hogy ez ugyanez Újpesten is be fog következni, és ott leszünk az elején, és nem a kiesés réme fog fenyegetni minket. Akkor azt mondod, hogy nem az Újpest fog helyet cserélni a Vasassal. Hát én nagyon bízom benne, nagyon bízom benne. Az durva lenne egy újpestinek, nem? Hát igen. Hogy pont a Vasas feljut, és a Újpest meg... A Újpest meg ki, igen. Nem hiszem, hogy ez... Hát a játékos állomány nem erre predesztinálja a csapatot, és hogyha összekapják magukat a fiúk, akkor szerintem benne kell, hogy legyen a bennmaradás. Csak ugye minden csapatnál ezt mondják, és elég jól igazolt, a Diós Győr is remekül. Igen, csak egy Újpest azért csak Újpest, tehát gondolom én, de hát ez már megint, ahogy változik a világ, ez is változik, de én nagyon szeretnék abba bízni, hogy egy Újpestnek nem szabad kiesni. Igen, mert ti régen, ti a Dózsába akartatok futballozni. A mai gyerekek, ha akarnak is futballozni, és nem a szülői hatásra választják a labdarúgást, akkor ők csak focizni akarnak valahol. Ez egy nagy különbség. Valahol, és nem is Magyarországon, tehát itt az is egy probléma. Én úgy gondolom, hogy a magyar csapatokat vonzóvá lehet tenni, vonzóvá is kell tenni, és hogyha a vonzóak lesznek, akkor lehet, hogy úgy ébred fel egy kis srác, hogy de jó lenne Újpesten futballoznom. Igen, de hogyha azt látják, azt hallják, azt olvassák, hogy nem lehet fölkerülni a felnőttek közé, mert nagy az elvárás, és ők nem hibázhatnak. Mármint a tulajdonos, a vezetőedző. Meg kell mutatni, hogy igenis jobb vagyok, tehát mint a másik. Magyarul nagyon kicsi az esély. Nagyon arra, kicsi. Hogy... Van is egy ilyen reklám, hogy nagyon kicsi az esély. De bele kell állni, hát hogyha futballista, nem elég, hogy szeretne futballista lenni, akarjon futballista lenni. Ha futballista akar lenni, akkor futballista is lesz. Várszak mindegyik srác akar futballozni? Nem, sajnos, ezt ki kell, hogy jelentsem. Tegnap volt például egy olyan példánk, hogy a legtehetségesebb játékos egy fél év után jött vissza, és elmondta, hogy ő ugyan nagyon szeret futballozni, meg amikor itt van, nagyon jól érzi magát, de ő orvos szeretne lenni. Ez ellen nem lehet mit tenni. Hát igen, sokan vannak így akkor, akik lejárnak csak, mert jól írnak magukat, de nem tudnak ilyen nap a futballra koncentrálni. Nagyon, nagyon sok lemondással jár, ami a mi időnkben természetesebb volt, tehát abban a környezetben, abban a közegben, és abba, hogy sokkal többen akartak futballisták lenni abba a kiválasztódásba, és ott már az is egy harc volt, hogy kikerüljön oda egy Újpestbe, tehát nem lasszóval kellett fogni a utánpótlás korú srácokat, hanem ott válogatni lehetett abban, hogy kik jönnek oda, hogy fogják csinálni, és azt végigcsinálni azért nem volt egyszerű. Jó, hát meglátjuk majd, hogy mit hoz akkor ez a pörgős tavasz, mert ugye hamarosan kezdődik, ugye? Már január végén elkezdődik. Már nem is tavasz, a télbe elkezdődik. Hogy mi lesz az Újpesten, mennyit tud erősödni, ha tud egyáltalán az új vezetőedzővel. Bízom benne, hogy tudok. Mit szólsz a magyar labdarúgó válogatotthoz, illetve a Fradi sikeréhez? Most ez azt jelenti, hogy előre lépett a magyar labdarúgás, mert most a statisztikák szerint most előre léptünk, de valójában te ezt hogy látod? Hát valójában a statisztikának valamilyen szinten szerepe van a labdarúgásban is, hogyha ezt statisztikailag ki lehet fejezni, akkor előrébb léptünk. Azért nem gondolom, hogy előrébb léptünk, mert régen 16 csapatos volt az Európa-bajnokság, most azért a 24-be talán könnyebb volt belekerülni, de be kellett kerülni, és mi bekerültünk, megcsinálták a srácok, én nagyon örültem neki, nagyon együtt voltam velük, és a Ferencváros bárősi ellenfél, nem ellenség, ellenfél. Igen. Hát régen azért jobban voltatok egymással, mint játékos. Máig élő kapcsolataim vannak, volt Ferencvárosi játékosokkal. Tehát nem tudok
nem tudok rosszat mondani a volt Ferencvárosi labdarúgókról. Úgyhogy nyugodtan dicséreted a Fradit. Köszönöm szépen, nem a Fradit dicsérni jöttem ide, inkább az Újpestet szeretném dicsérni, és sokkal, sokkal szívesebben látnám, mint két évvel ezelőtt, amikor a Sevillával tudtak játszani, és ide tudtak hozni ők is egy élcsapatot Magyarországra, az sokkal nagyobb öröm volt számomra, mint hogy a Ferencváros most ezeket a csapatokat idehozta. Újpesten nincsen szakmai igazgató, mint kiderült. Eléggé fejetlenül működik jelen pillanatban a újpesti labdarúgás. Elvállalnád, ha hívnának? Mennél Újpestre? Egyelőre nem hívtak, nem is szakmai igazgató szerepet töltök be most se. Most nem. Nincs meg a végzettségem a szakmai igazgatósághoz, úgyhogy azt ráhagyom azokra, akik ebben foglalkoznak. Nem tudtam, hogy nincs szakmai igazgatója az Újpestnek, ez most nekem új. Azt hittem, hogy a Vig Peti az az. Úgyhogy hát ez van. Csak azért éreztem ezt, mert hogy Újpest, mondod. Tehát, szívem csücske, tehát az soha nem fog megváltozni. Akkor hogy tudnád oda visszakerülni Újpestre? Vissza szeretnél-e kerülni? Most nincsen tervben, most ezt a vácot szeretném végigvinni, azt, amit elkezdtünk, és azt, amit csinálunk, azt szívesen csinálom, szeretettel csinálom, és hogy jó, hát egy Újpest megkeresés az mindig más téma, de ez most nem is ötődött fel. Erről már lemondtam. Vannak fiatalabbak, agilisebbek, mint én, akik Újpestet csinálni. Akkor most te életcélod azt, hogy akkor a Váci utánpótlást akkor azt igen, szeretném. Még magasabb szintre. Igen, szeretnénk ott dolgozni normálisan. Mennyien futballoznak most a utánpótlásba Vácot? Hát olyan 250 utánpótláskorú játékosunk van. Elegendő? Elegendő. A minden korosztályba tudunk kiállítani csapatot, sőt vannak olyan korosztályok, ahol többet is van, lánycsapatunk is, úgyhogy rendben vagyunk. Az nem lenne probléma, ha többen lennénk, de nem vagyunk kevesen. Hány éves kortól van nálatok? 4-5. Tehát a legkisebb az 5-6 évesek. Van, aki nagyon türelmetlen és lehozza 4 éves korába, de 5-6 éves korú. Igen, mert az, ugye lehet olvasni, hallani, hogy már ilyen óvodás. Igen, hát azok a érdemi munka nem folyhat, de viszont meg lehet velük szerettetni a labdarúgást. Főleg a labdát? A labdát, hogy igen. Aztán tudja majd úgy. Egyébként imádom őket, tehát olyan aranyosak a kicsik, hogy valami hihetetlen. Van még otthon labdád? Hogyne, egy csomó. Ja, időnként bele is rúgsz, vagy már? Hát a unokámmal, hogyha tudunk játszani a kertbe, akkor ott focizgatok. Hét múlt. Ez belőle labdarúgó? Nem tudom. Én nem fogom neki azt mondani, hogy labdarúgó legyél. Nagyon örülnék neki, mert a apja is labdarúgó volt, de igen, nagyon szeretném, ha az lenne. Kosokat kell rugdosni neki a labdát, és akkor megszereti. Igen, csak hogyha nekem kell érte futni, az már körülményes. Mi van a térdeddel? Hát mind a kettőre, majd már évekkel ezelőtt protézisra javasolták, húzom, ameddig tudom. Félsz? Ó, nagyon. Hát megnéztem egy protézis műtétet hülye fejemmel a neten, hogy hogy működik, és hát az nagyon asztalos munka. Uh-huh. Akkor így? Hát inkább ameddig tudok menni, addig megyek. Addig sántán, de... Tehát néha már rossz felkelni az ágyból is. Nem, reggelre jó. Igen? Reggelre jó, úgyhogy azért mondom, hogy ameddig életvitelszerűen nem zavar, hanem csak mondjuk a futballba zavarna, meg a futásban, meg a hosszú távú menésben, akkor addig nem nyúlok hozzá, vagy nem engedem, hogy hozzá nyúljanak. Jársz még futni? Futni? Nem. Jó, csak hogy említetted a futást. Nem tudok. Azt mondom, hogy nem is akarok most már, tehát ilyen céljaim már nincsenek. Ilyenek már nincsenek. Még néha egy-egy lábtenisz belefér. Igen? Hát, de az is csak egy negyed óra, 20 percig, de aztán utána vége mindennek. Mennyire tartjátok még a kapcsolatot a régi dózsások? Mint az előbb említettem, hogyha mérkőzések vannak, ott összefutunk. A nagyon régi újpestiek azokkal, tehát akikkel ifiben nőttem fel, és van sok, akiből nem lett semmi, azokkal is tartjuk a kapcsolatot, és minden évben összejövünk. Itt szeretném megemlíteni, hogy nagyon drukkolunk Handel Gyurinak, akivel szintén együtt kezdtem a Serdülőttől, és most a Covid vírus miatt lélegeztetőgépen van, hogy gyógyulás, Gyuri. Bízunk benne, hogy sikerül legyőznie.
És hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, beavattál bennünket itt a Váci futballba is. És hát ugye Csank Jánosról nem is beszéltünk, időnk sajnos lejárt, csak egy mondatot azért. Csank János ugye oda került Vácra felnőtt csapathoz. Ez mit jelent nektek? Nekünk azt, hogy együtt fogunk a Jancsival dolgozni. Én nagyon szeretem őt, én már akkor is ismertem őt, amikor Vácon a sikereit elérte. Én nagyon jó választásnak tartom a Jancsit, hogy ő került vissza. Ő neki kell kihúzni most a mélygödörből, amiben a Váci fotball van. Remélem, még van hozzá ereje. Mert ha van, akkor nektek is jó, mert akkor az utánpótlást is húzza fel. A kirakatnak mindig szépnek kell lenni. Így van, így van. Akkor hajrá, ugye? Hajrá. Köszönöm szépen, itt voltál. Nagyon szépen köszönöm én is. További sportosat.